Hej, fiam! Nem láttad a kutyámat? Ő a falu kutyája. Hogy vagy? Mit tegyek, hogyha egy idegesítő néni mellém ül a parkban? Dugd be a fülhallgatódat, és akkor nem hallod, hogy mit mond. Hát fiam, régen a lábamra rájtettem a követ, és akkor fáj. Tessék, mondja! Egyszerűen csak tetted magad süketnek. Hát fiam, átment a Gyuszi bácsi az a kutyám, azt nem találtam. Hé, Sándor, kész a vacsora! Ja, jövök, jó. Hát figyú, mondjuk, úsz el. Elmondom neked, fiam, a házamat. Elnézést, Nuszi néni, de úsznom kell. Mondd el neki az igazat, de úgy, hogy ne bánts meg. Hát, bocsánat, Nuszi néni, de most nem nagyon szeretnék beszélni magával, mert hát elég sok dolgom van most, és tele vagyok gondolatokkal. Nem ígértem az a munkából, bocsánat. Akkor miért nem ezt elkezdted, fiam? Nekem is dolgom van amúgy. Nem jó, fiam.